A szerda esti királyi táncpódiumon Csallóközi, Bodrogközi és Maglódi táncokat, népszokásokat mutattak be a közönségnek az Icsi színpadon. A vendégek élvezhették az Arte Senior csoport, valamint a Generációk táncműhely produkcióit. És volt Muharai gála. Így szórakoztak a fehérváriak a belvárosban a hét közepén. A 2024-es Királyi Napok Néptáncfesztiválon bőven válogathattunk a kiváló tánc és zenekultúrák legjavából. A belvárosi forgatagot követően szerdán este a táncházban is felpöröghettünk. A királyi folkestek keretében ezúttal a Ritmus a zenekar adta meg a kezdőhangot a Malom utcában. A zenekar magával ragadó magyar és cigány népzenei fúziót tárt elénk. Vérpesdítő ritmusokkal felejthetetlen élményt nyújtott a közönségnek. Az együttes az elmúlt 3 évben közel 100 élő koncertet adott az ország különböző pontjain. Székesfehérváron sem először mutatkoztak be. Művészetük két stílusból tevődik össze. Mindenki rendelkezik a zenekari tagok közül néptáncos múlttal, tehát gyakorlatilag a népzene az mondhatni, hogy egy ilyen alapvető zenei stílus irányzat volt, de ugye a Musa testvérek, akik a zenekarban szerepelnek, ugye mi magyar cigányok vagyunk, és amit gyerekkorunkban hallottunk, ez a cigány zenei stílus, ez így a kettőt így összevegyítve, tehát ennek a fúziója gyakorlatilag, ez a mi zenei stílusunk, a Ritmus a zenekar stílusa, amivel szerintem kicsit meg tudjuk közelíteni a néptáncos közeget. Az est másik fellépője a Mexikóból érkező néptánc csoport volt, amely tánc és zenekultúrájáról jól ismert az egész világon. Művészetük széles körben kedvelt és elterjedt. Észak-Mexikóból, Monterreyből jöttünk, már régóta, 36 éve dolgozunk közösen ezzel a csapattal, a produkcióink nagyon izgalmasak. Az első számban mi férfiak táncoltunk a közönségnek, lábdobogást mutattunk be. Ez különleges mexikói tánc, a másodikban a lányok mutatták be, milyen gyönyörűen mozognak ezekben az egyedi szoknyákban. A harmadikban pedig mindkét nem bemutatkozott a közönségnek, ezzel zártuk az estét most. Csütörtökön este a folkestek zárásaként a Coco Loco zenekar latin táncestje és a Paraba világzenei klub mutatkozik majd be a közönségnek.